Sosem volt még ennyi UFO észlelés. Furcsa fények, idegen élet. Egy UFO? Mi állhat az egyre több észlelés mögött? Négy UFO kutató az igazság nyomába ered. Maureen Ellsbury UFO kutató és újságíró. Több ezer esetet vizsgáltam már, és a legtöbbjükre van racionális magyarázat. Mike Berra egy tapasztalt repülőmérnök. Mielőtt hinni kezdenék a repülőcsésze aljakban, egyértelmű bizonyíték kell. A másik két kutató szerint az idegenek már itt vannak. Darrell Sims magánnyomozó és egykori CIA ügynök. Elraboltak az idegenek. Szerintem gonoszak. És Stephen Jones is azt mondja, hogy volt már szerencséje a földön kívüliekhez. Az ET-k most is itt sétálnak köztünk az utcán. A mai nyomozás során... Egy UFO-t szeretnék találni. UFO észlelések a Michigan-tó felett... Mindenki. És az idegenek otthoni látogatásai. Két nagy fekete szem nézett le rád. Tudni akarom, kik vagy mik ezek. Friss levegőre van szükségem. Egy víz alatti földön kívüli bázis jelenlétére utalnak. UFO-k nyomában. Támadnak a földön kívüliek? A Michigan-tó. Az elmúlt 60 évben egyre több UFO-t láttak a tó felett. Most négy UFO kutató a városba jött, hogy kiderítsék, tényleg az idegenek állnak-e az egyre növekvő UFO aktivitás mögött, és hogy bizonyítékokat gyűjtsenek a helyi lakosoktól. Maureen Ellsbury újságírónak már vannak háttérinformációi. Valami nagyon titokzatos dolog történik a Michigan-tóban és a környékén. Több százan észleltek már furcsa tárgyakat, és egyre többet lehet hallani erről a helyről. Mióta folyik ez? 1966-ban Gerald Ford elnök, aki akkoriban egy michigani képviselő volt, kongresszusi nyomozást kért a Michigan déli részén történő észlelések kivizsgálására. Érdekes. És azóta? 1994-ben több százan is felhívták a 911-et, hogy furcsa, a tó fölött repülő vörös és zöld háromszögeket jelentsenek. 911, miben segíthetek? Fények húzódnak egy hatalmas vonalban az égen. Valami őrületes dolgot láttak az égen. Két rendkívül erős fény, mintha tűzlabdák lennének. És nagyon ijesztő dolgok is történtek errefelé. Több mint 200 hajó és 40 repülő tűnt el titokzatos körülmények között a második világháború óta. Itt ez a térkép. Minden egyes vörös pont vagy egy lezuhant repülő, vagy egy elsüllyedt hajó. Na és mi bizonyítja, hogy közük van a Michigan-tóban lévő UFO-khoz? Már máskor is történt olyan, hogy az UFO-k megtámadtak repülőgépeket. Lehet, hogy ezek is így zuhantak le. A Michigan-tó igen aktív hely, de ha jelen vannak a földön kívüliek, én akkor sem hinném, hogy rossz indulatúak lennének. Nem hiszem, hogy megtámadták volna a gépeinket. De tény, hogy valami történik itt. Úgyhogy lássunk hozzá a nyomozáshoz. Igen, le kell mennünk a tóhoz. Vannak szemtanúk? Igen, összehívtam őket. Hogy bizonyítékokat gyűjthessenek, Maureen összehívta a Michigan tó partján lakókat egy megbeszélésre. Azért jöttünk Michiganbe, mert a környéken történt észleléseket vizsgáljuk. Ki látott már UFO-t, vagy tapasztalt valamiféle földönkívüli tevékenységet? Mindenki. Ön mit látott? A lányom és én a csillagokat nézegettük. Elővettem a távcsövemet, belenéztem, és megláttam egy fekete háromszöget. Tisztán láttam. Van róla fényképe, vagy valami? Nincs. Na és ön a sapkában? Láttam három nagyon fényes kör alakú fényt. Legalább ötször olyan fényesek voltak, mint a csillagok. És egy vonalban voltak. Aztán megálltak, majd észak felé indultak. Nem lehet, hogy Szent János bogarak voltak a kocsi a közelében. Semmiképp. Ha csak 1%-nyi esélyét is láttam volna annak, hogy ez egy beazonosítható valami volt, akkor meg sem említettem volna. Értem. Láttam egy lekerekített sarkú, fehér, fényes háromszöget.
Felettünk lebegett, közvetlenül ráláttunk. Úgy 30 méterre volt a föld fölött. És akkor, mivel a kamera a nyakamban lógott, levettem a lencsevédőt, és lefotóztam. Sikerültek a képek? Nagyon jók lettek. Tökéletesek. Remek. Tehát vannak képei, és több szemtanúja is? Igen. Szeretnénk még beszélgetni önnel. Jó. Másnap reggel a nyomozók elmennek Patty Donahue házához, hogy megnézzék a képeket, amiket a háromszögű fényekről készített. Mivel Patty azt mondta, vannak bizonyítékai, felkeltette az érdeklődésemet. Egy próbát megér. Hey, Patty. Jó napot! Jó napot! Hello! Ő a lányom, Jennifer. Jó napot, maga is látta? Igen. Remek. Először is kérem, mondja el, hol voltak, mit láttak, és meséljék el az egészet. Rendben, itt voltunk kint az udvaron. Megmutatom pontosan, hol voltam. Aznap éjjel a teli holdat fotóztam, és nyugatról, onnan, megláttam egy gyönyörű, fehér, ragyogó háromszöget. A fákon túl volt, amikor meglátta, vagy közelebb? A távolabbi fák felett. A hátsók felett? Igen. Arra van a Michigan tó? Igen. Ahogy közelebb jutott az úthoz, rájöttem, hogy kéne egy szemtanú. Úgyhogy beszóltam Jennifernek, hogy ki tudna jönni. Jennifer, mire gondolt akkor? Hogy ez csak egy háromszög. Megijedt? Szörnyen. Nem úgy láttam, ahogy ő. Miért ijedt meg? Mert én úgy hallottam, hogy nagyon, de nagyon hangos. Befogtam a fülem és sikítottam. Azt mondta, jaj, ez nagyon hangos, de én alig hallottam. Tehát nem hallotta azt, amit ő? Nem. Miközben Jennifer a félelemtől reszketett, az anyjában Pattyben pont ellenkező érzés alakult ki az UFO láttán. Ott lebegett, ő befogta a fülét, és akkor hirtelen elkezdtem nevetni. Nyugalmat éreztem, és szeretetet, békét, olyat, amilyet még soha életemben nem éreztem. 50 év UFO észleléseit áttanulmányoztam, és ez a hatalmas szeretet, a nyugalom és az eufória érzete olyan dolog, amit én magam is átéltem már, értem, amit mond? De maga félt? Miért? Először nem féltem, de aztán közelebb jött, és akkor hirtelen rettentően megijesztett. Tehát csak lebegett. Zajt keltett, vagy éppen nem keltett zajt? Igen, aztán rájöttem, hogy ott a kamera a nyakamban. Ő fölöttem volt, úgyhogy kat-kat. Megnézhetnénk? Persze. Lássuk. Mike-nak, a repülőmérnöknek az érzelmi emlékek nem elegendők. Kézzel fogható bizonyítékra van szüksége. Nagyon kedvelem Pattyt, mint ember, de jelen pillanatban inkább az érdekel, hogy a képei között vannak-e használhatók, vagy sem. Hogy látni-e rajtuk valami valóban különlegeset, vagy van-e rájuk bármiféle magyarázat. Először is el szeretném mondani, hogy nem azért jöttem ide, és a többiek sem, hogy bármiféle módon kritizáljuk azt, amit látott. Mi csak megpróbálunk magyarázatot találni a dolgokra, és ha lehet, kizárjuk azokat, amik biztosan nem lehettek azok a fények. Tehát e szerint fogunk haladni. Amellett, hogy Patty képeket készített az UFO-ról, a hangot is felvette, amit hallatott. Először a hangfelvételt szeretném meghallgatni, amit az a tárgy adott ki, ami nagyon lassan húzott el a háza felett. Rendben. Jól van. Okay. Jól van. Őszintén mondom, most, hogy hallottam, valami ilyesmire számítottam. Ha egy katonai helikopter lett volna, valami ilyesmit hallottunk volna. A motor, a sugárhajtású rendszer hangját. Azt gyanítom, hogy ez egy katonai légijárműnél könnyebb valami lehetett. Értem. Érdekes hang, és azt hiszem, jelenleg csak ennyit tudok mondani. Nem kicsinlem le. Csak nincs elég információm, hogy ennél tovább menjek. Nézzük meg a képet. Ez a háromszög. Ez ide-oda cikázott az út fölött. Érdekes. Kicsit fura.
Négy UFO kutató a Michigan tó partján jár, ahol több UFO-t is észleltek. Hú, mindenki. Egy szemtanút, Patty Donahue-t elbűvölte mindaz, amit látott. Olyan béke öntött el, mint még soha. De a lánya Jennifer teljesen másképp reagált. Befogtam a fülem és sikítottam. Mike Barrel most megvizsgálja a képeket, melyeket Patty készített a háromszögletű UFO-ról. Kicsit fura. Az az érdekes benne, hogy a kép elől nem homályos, vagyis a tárgy egyértelműen távolabb volt és egész gyorsan mozgott. Vagyis ezt nem a kamera elmozdítása okozta. Van egy ötletem, hogy mik lehetnek ezek a háromszögletű formák. Van egy tárgy, a kínai lámpás. Ez gyakorlatilag a levegőben lebeg, és megfelelő körülmények között könnyen összetéveszthető UFO-kkal. Ha ön is belemegy, egy kicsit később letesztelhetnénk ezt az elméletet. A nyomozók megvárják, amíg leszáll az éj, hogy teszteljék Mike elméletét. Akkor ma este elvégzünk egy kis kísérletet. Átküldjük Maureen-t és Stephen-t az út túloldalára, oda, ahonnan ön szerint a fehér háromszögletű tárgy érkezett. Fel fognak ereszteni néhány lámpást egy csomóban. Megvan az elemlámpa és az adóvevő? Igen. Akkor gyerünk! Jól van. Ott vagytok már? Bent vagyunk a földeken. Akkor készítsétek elő és engedjétek fel. Rendben. Meggyújtjuk az elsőt. Fogom az alját. Nehogy megégesd magad. Lássuk. Még egy pillanat. Jól van. Kész vagyunk. Rendben, 5, 4, 3, 2, 1. Engedjétek fel őket. Jól van, látja? Háromszög alakot vettek fel. A háromszöget formáló lámpások nem győzték meg Pattyt. Mit gondol? Sokkal gyorsabban haladnak a lámpások, mint az a tárgy. És a színe sem olyan volt. És a háromszög hangot adott ki, míg a lámpás egyáltalán nem. Szóval úgy nézett ki, mint egy UFO? Kétségtelen, hogy lenyűgöző bemutató volt, és értem is, miért gondolják sokan legalábbis bizonyos távolságból, hogy ezek UFO-k. De Patty azt mondja, nem ezt látta. Háromszög alakja volt, de nem ilyen háromszög. Másnap kora reggel Stephen és Darrell beugrik Pattyhez. Mehetünk. Jól van, menjünk. Az egykori CIA ügynök Darrell Sims meg akarja nézni a helyszínt, hogy lássa, hagyott-e bármi nyomot maga után az UFO, amikor elhaladt Patty háza fölött. Tudnom kell, hogy pontosan ezen a helyen állt-e, amikor a legközelebb volt önhöz. Ezen a részen? Igen. Rendben. Méréseket végzek. Megvizsgálom ezt a részt, és majd meglátjuk, találok-e valamit. Rendben. Darrell egy Geiger-Müller számlálót használ, ugyanis szerinte az UFO-k, amikor átjönnek az űrön, radioaktívak lesznek, és ahol közeli kapcsolatba kerülnek a talajjal, ott radioaktív nyomokat hagynak hátra. A normális háttérsugárzás ilyen. De amikor sugárzást észlel, akkor... Ez érdekes. Nem normális. Visszamaradt sugárzást keresek, és igenis találtam radioaktív nyomokat. Érdekes, mert ez az a hely, ahol a hölgy szerint az UFO a legközelebb jött hozzá. Helyha! Na jó. Érdekes. Három nyomot is találtam. Egyet, ahol maga állt, és egyet a ház szélénél valahol ott, ahova mutatott. És ez egy vonalban van azzal a két fával, és ezzel. Mintha arra felé tartana. Amikor eltűnt, hol volt a fákhoz viszonyítva? Látja azt a hosszú kék törést a felhők között? A kékeget. Valahol ott.
Patty azt látta, hogy az UFO a Michigan tó felől érkezett, majd a háza mögött lévő fák között tűnt el. Darrellnek van egy elmélete, hogy az UFO hol is rejtőzhet. Ha el akarnék rejteni egy idegen űrhajót, és nem akarnám, hogy bárki megtalálja, miután megmutattam a világnak, de azért nem akarom, hogy mindenki körülötte vizslasson, vagyis nem akarnám, hogy bárki megtudja, hol van, akkor keresnék egy nagy tavat, és abban rejteném el. Az UFO-k szeretik a vizet, ugyanis az egy nagyon jó parkolóhely. Vannak, akik szerint az űrben vannak, de ha már ide értek, valószínűleg a víz alatt vannak. Van ott hátul valamilyen víztest? Igen, van. Az UFO kutatók a Michigan tó partján nyomoznak. Patty Donahue szemtanú képeket mutatott egy UFO-ról, ami a háza fölött volt. Kissé fura. Egy kínai lámpás teszt nem adott racionális magyarázatot a jelenségre. Nem ilyen háromszög volt. De most Darrell Sims magánnyomozó sugárzás nyomaira bukkant. Ejha! Amik elvezethetnek az UFO búvó helyére. Van ott valamilyen víztest? Igen, van. Szeretnék oda menni, mert hogy ezt kell tennünk. Ha van bizonyíték, vagy esély a bizonyítékra, azt tudni akarjuk. Muszáj meggyőződnünk róla. Csizmát veszünk, és kimegyünk oda, és meglátjuk, találunk-e bármit. Rendben. A két nyomozó kimegy az erdőbe, mert Darrell azt gyanítja, hogy egy UFO rejtőzik a vízben. Ez egy mocsár. Tehát azt mondod, hogy ha követjük ezt a mélyebb folyó felé, akkor megtaláljuk az UFO-t. Víz van mindenütt. Valahogy ide kellett jutniuk. Ez az. Ez lesz a folyó. Darrell és Steven rábukkant egy folyóra, ami az UFO észlelések középpontjába a Michigan tóba torkollik. Pont ezt vártam. A kisebb folyók és patakok nagyobb folyókba, azok meg még nagyobb víztestekbe folynak, és végül a tóban kötnek ki. Az Amazonas vidékén, Puerto Ricóban és más helyeken is az UFO-k a folyókat, tengereket és más vízi helyeket használták arra, hogy elrejtőzzenek, amíg elő nem jöhetnek és meg nem támadhatják az emberiséget. Aggaszt, hogy Patty talán ugyanolyan helyzetbe került, mint amilyet már sokan mások is átéltek. Darrell, szokás szerint nagyon, de nagyon elszaladt veled a ló. Az UFO kontaktusok nagy része világszerte pozitív. Lehet, hogy felfedeztek egy UFO menekülési útvonalat vissza a Michigan tóba. Ám Darrell és Steven nem ért egyet abban, hogy az idegenek miért is látogatták meg Patty házát. Szerintem Steven túl naivan áll a dolgokhoz. Az idegenek nem azért jöttek ide, hogy helyrehozzák a bolygót meg az ózonjukat. Az idegenek elég csúnya dolgokat csinálnak az emberekkel, és a lényeg, hogy káoszt hagynak maguk után. Egész életemben volt kontaktusom az idegenekkel. És bár nem egy egyszerű élmény, mindegyik pozitív volt. Szerintem a földön kívüliek azért jöttek, hogy segítsenek nekünk az evolúción következő fázisában. Az UFO-k és a pilótáik az emberiség szolgálják. Pattynek nem kell aggódnia az észlelése miatt. Szerintem át kéne engednie magát neki. Nyugodtan beszélj vele, barátom, és meglátod, hogy ő is így érez. A lánya ott állt, és azt mondta, rettegett. Felfogtad? Darrell, ez nem rólad és rólam szól. Mindketten ugyanazt keressük, azokat, akiknek volt valamilyen hasonló élményük. Olyan, mint neked, és nekem is volt már. Menjünk és segítsünk a hölgynek. Eközben a háznál Maureen Patty legidősebb lányával, Jennyvel beszélget, aki teljesen másképp reagált az UFO látványára. Jenny, az egyetlen dolog, ami nagyon más volt, amikor az anyukád és te elmondtátok a sztorit, az az, hogy megijedtél. Mit gondolsz? Miért lehetett ennyire más a reakciótok? Nem tudom. Ahogy ő látta, nekem olyan volt, mintha... Ha nem is manipulálták, de mindenféle jó képet raktak valahogy az agyába. Úgy érzem, mintha nekem nem lett volna szabad látnom ezt az egészet. Tehát az anyukáddal együtt láttad. Mi történt ezután? Úgy érzem, mintha ezzel az észleléssel egyidejűleg meghívtuk volna őket a házunkba.
Morin bizonyítékokat talál arra, hogy az idegenek nem csak elrepültek a ház felett, de be is hatoltak az otthonukba. Hangokat kezdtem hallani a szobámból, és aztán egy éjjel úgy éreztem, mintha valaki vagy valami mellettem állt volna. Hallottam valamit, és akkor két nagy fekete szem bámult le rám, lebámult rám. Úgy ilyen nagyok lehettek. Engem bámultak. Úgy tűnik, a megérzésem helyes volt. Bár nem tudom bizonyítani, hogy amit látott egy földön kívüli lény volt, az biztos, hogy egyértelműen retteg. És mindig akkor történik ilyen dolog vele, amikor UFO-t látnak a házuk fölött. A felfedezés ismeretében, miszerint az idegenek lehet, hogy behatoltak a házba, Morin összehív egy sürgős megbeszélést a nyomozókkal és a családdal. Tudni szeretné, hogy Jennifer Hugal, Jessica is tapasztalt-e bármilyen idegen aktivitást az otthonukban. Tapasztaltál bármit is, Jessica? Igen. Egy éjjel lefekvéshez készülöttem. Amikor kijöttem a fürdőszobából, láttam egy kis alakot úgy ekkorát, ami a nővérem szobájából jött ki. A folyosó végén megállt, és rám nézett. És ragyogott, mintha saját maga produkálná azt a fényt. Hogy nézett ki? Kapucnia volt, köpenyben volt. Láttad az arcát, vagy eltakarta a kapucni? Eltakarta. De hát nem láttad az arcát. Nem, de tudtam, hogy engem néz. Mit éreztél akkor? Megijedtem. Igen? Igen. Úgyhogy berohantam a szobámba. Lefeküdtem az ágyra, és aztán megláttam, hogy valami bekukkant az ajtómon. Ugyanakkora volt, mint az a kis lény? Kicsit magasabb. Tehát nem ugyanaz volt, mint akit előtte láttál? Nem, nem volt rajta köpeny. Akkor ezúttal láttad az arcát? Igen. Hogy nézett ki? A szemei egy kicsit nagyobbak voltak a megszokottnál, de nem drasztikusan. És az orra nem olyan volt, mint a miénk. Ez volt benne a más. És három ujja volt. És nem volt ajka sem. Érezted, hogy téged néz? Engem nézett. Daryl Sims nyomozót állítólag már elrabolták az idegenek, és azonnal felismeri, milyen típusú idegent látott Jessica. Jessica egy kis szürke idegent látott. Ők a legkevésbé intelligens idegenfaj, és nagyon gonoszak tudnak lenni. Daryl látni szeretné, maradt-e bármiféle nyoma az idegenek jelenlétének a lányok szobájában. Ez a szobám. Mondd el röviden, hol volt a lény, és mi történt ebben a szobában? Rendben, az ajtó felé néztem. Ő meg bekukkantott az ajtókereten túlról. Aztán bejött, és elbújt ott, valahol ott, ahol maga áll. Értem. Ez egy speciális UV-fény, amivel az idegenek jelenlétét lehet kimutatni. Mert az izzadsághoz hasonló anyagot hagynak hátra. Jól van. Nem látok semmiféle nyomot. Megnézhetném az ágyad mellett is. Mi ez? Egy baseballütő. Úgy érezted, szükséged lehet rá? Miután láttam azt a kis valamit a szobámban, azt hiszem, akkor vettem elő. Úgy érzed, ez egyfajta megnyugvást ad? Biztonságosabb, ha itt van az ágy mellett. Ebből a szempontból nézve jól tetted. Jól van. Legközelebb, ha látsz ide bent valamit és meg akarod védeni magad, akkor szerez egy nagyobb ütőt. Ez nem sokat ér. A legtöbb esetben az ilyesmi nem igazán hatékony. Hiszed vagy sem, az olyan dolgok hatékonyak ezek ellen a lények ellen, amik mentálisak. Gondolj valami nagyon viccesre, vagy nagyon érdekesre, és ismételd újra, meg újra, meg újra, addig, amíg borzasztó vicces nem lesz. És ettől ők valahogy kiakadnak. Nem tudják kitalálni, mit is csinálsz.
Egyszer az egyik hölgy, egy felnőtt nő, átkarolta a kis fickót. Mire ő nagyon meglepődött. A nő pedig fogta a szemhéját és letépte. Tudom, ez nagyon fura, de mindig bejön. Nagyon könnyű, hidd el. Tudom. Eddig még senkinek sem meséltem ezekről az élményeimről. Én is csak néhány közeli barátnak mondtam el. De most mindenki meg fogja tudni. Nem hinném, hogy le tudnám tépni egy idegen szemhéját. Nem. Másnap a csapat visszatér Pettyhez, hogy elmondják, mit találtak. Csak annyit mondhatok, olyan dolgok történtek magával és a családjával, amik másokkal nem szoktak megtörténni. Nem tudom megmagyarázni a történteket. Nincs semmiféle racionális magyarázatom rájuk. De azt nagyon érdekesnek találom, hogy a Michigan tó partján észlelt furcsa jelenségeket kutatjuk, és most megtudtuk, hogy az önháza összeköttetésben van a tóval. Úgyhogy azt hiszem, ez egyértelmű kapcsolatot jelent. A Michigan-tóhoz való közelség nem véletlen. Mivel a lányok mást és mást észleltek, kérem figyeljenek oda rájuk. Rendben, és nagyra értékelem a segítségüket. Az információk, amiket adtak, mind sokat segítettek. Remélem, hamarosan megtaláljuk a válaszokat. Lenyűgözőnek találtam, hogy azt gondolták, kapcsolat van az én észleléseim, a lányaim észlelése, és egy lehetséges UFO között, ami a Michigan-tóban van. Nagyon sok észlelés történt a tó felett az elmúlt években, sokan egyfajta bázisról beszélnek, és azok után, amit megtapasztaltam, már bármit el tudok képzelni. A nyomozók követik a folyót Petty házától a Michigan-tó partjáig, ahol már több száz UFO-t észleltek, és ahol számtalan hajó és repülő tűnt el titokzatos körülmények között. A Michigan-tó. Ez tényleg egy tó? Inkább olyan, mint egy óceán. Gondoljatok csak bele, hány hajó és repülő tűnt el benne. Miért süllyedtek el? Jó kérdés. Morin felvette a kapcsolatot Phil Cavával, aki Pettyhez hasonlóan többször is látott már UFO-kat a tó fölött. Az elmúlt években kijöttem ide a tópartra, és csészeaj alakú gépeket és ezüst gömböket láttam, amint kijöttek a tóból. Aztán elrepültek, és eltűntek a szemem elől. Valahova a nyugat felé mentek. Nemrégiben Phil egy olyan járművet látott kijönni a tóból, ami aztán az ő otthonához ment. A nyomozók is elindulnak Phil háza felé. Jól van, szálljunk ki. Ez a tett hely? Igen. Néhány hete kisétáltam ide, mert csodás napunk volt. Ha átnéznek az utca túloldalára, a fák fölé, ott volt egy ezüst csészeaj, ami csak úgy lebegett. Aztán nyugatnak indult, mint a legtöbb korábbi gép is, amit errefelé láttam. Úgy tűnt, mintha a tóból indulnának, vagy a tóba térnének vissza. Tehát nyugat felé, a Michigan-tó felé? Igen. Amikor azt mondja, hogy a legtöbb gép vagy a tóból indult, vagy oda ment vissza, hányról beszélünk? Úgy értem, 10, 20, 30? Több tucat. És ezek valamiféle gépek ön szerint? Igen, gépeket láttam. Egyre gyakrabban történik ilyesmi? Rosszabb vagy jobb a helyzet? Milyen? Egyre több minden történik velem, a gyerekekkel, a feleségemmel, és volt néhány igen közeli találkozásunk is velük itt a házban. Betty Donahue UFO-kat látott szállni a háza fölött a Michigan-tónál. Háromszög volt. Arra van a Michigan-tó? Igen. A lányai szerint az otthonukba is behatoltak. Téged nézett? Egy szemtanú Phil többször is látott már UFO-kat. Csészehaj alakú gép jött a tó felől. És elmondta, hogy az ő otthonába is behatoltak az idegenek. Elég közeli találkozásaink voltak velük a házunkban. Ez az első alkalom, hogy valóban emlékszem arra, hogy láttam egy lényt. Ebben a házban történt? Igen, a hálószobámban.
Megnézhetnénk? Meg, megmutatom, hol történt. Menjünk. Csak maguk után. Köszönjük. Bent Phil családja várja őket. Jó napot, hogy vannak? Maureen Asbury. Mike Berra. Jó napot. Üljenek csak le, a családom. A fia Art szintén látta a tóból érkező UFO-kat. Tehát Art maga is ugyanarra emlékszik. Igen, amikor kimentem, egy csomó fény röpködött az égen, nagyon gyorsan. Zöld fények cikáztak. Egyáltalán nem találok magyarázatot arra, hogy mik lehettek. Sokszor irányt változtattak, méghozzá nagyon hirtelen. Mit gondol, mit látott? Őszintén szólva, ledöbbentem attól, amit láttam. Nem tudom, sosem láttam még ilyet. Furcsa volt. Mindig is szkeptikus voltam az UFO-kkal kapcsolatban, de most láttam olyat először, hogy valami így cikázzon az égen. A repülők nem így mozognak. Nem. Még egy kérdés. Volt valami hangjuk? Nem. Más is látott valamit az égen? Tegye fel a kezét. Tényleg? Mindenki? Családi dolog. Mostanában? Igen. Két napja. Két napja? Elmesélné, mi történt? Az apám, én és a mostoha anyám épp az eget bámultuk. Egy tárgy mögött egy kis farkat vettünk észre, és iszonyú gyorsan az egyik helyről a másikra ugrott. Az egyik pillanatban még itt volt, aztán meg egy másik helyen. Majd eltűnt. Késő ősszel láttunk egy UFO-t, ami egy repülőt követett. Aztán láttam valamit átsűvíteni az égen, valami narancsos-vöröses gömböt. Nagyon gyorsan történt, és nem tudtam, hogy mi volt. A család szavahihetőnek tűnik, hisz milyen gyakran van olyan, hogy ugyanazt az eseményt egyszerre többen is látták. Lehet, hogy valami olyasmit láttak, amit bár nem értenek, teljesen természetes, de nem úgy hangzik. Miután hallották a család UFO észleléseinek részleteit, a nyomozók megkérik Phil-t, mutassa meg nekik, mi is történt akkor, amikor az idegenek bementek a házukba. Megmutatom, hol történt. Pontosan mi is történt itt? Az ágyban voltam, és az éjszaka közepén felébredtem. Én itt feküdtem, a feleségem meg ott aludt. Az ágy fölött úgy 30 centivel, itt. Egy lény lebegett a levegőben. Úgy tűnt, mintha a feleségemet figyelné nagyon intenzíven. Felkiáltottam, hogy kifelé? Rám nézett, elhúzódott, és aztán eltűnt. Muszáj megkérdeznem, nem lehet, hogy csak álmodta? Nem. Ébren voltam, és láttam. Maureen már több sztoriról is tudósított, ami az idegenekkel való találkozásokról szólt, de megdöbbentette, amit most hallott. Ez a sztori nagyon bizarr, de részletes leírást tudott adni a lényről, ami mintha a rémálmaimból jött volna elő. Ám Darrell, az egykori CIA ügynök úgy gondolja, hipnózissal még több dolgot megtudhatnának Phil-től. Néha az emlékeink vagy az információk, főleg az UFO-kkal kapcsolatosak, elszeparálódnak. Van néhány dolog, amit nem értek. Ezért szeretném hipnózis alatt is meghallgatni a történteket, mert van néhány részlet, ami hiányzik. Szeretném kideríteni, hogy összetudjuk-e rakni a kirakós darabjait. Úgyhogy, ha nem bánjátok, szeretnék belevágni. Kettesben maradhatnánk? Köszönjük. Nincs mit. Szeretném, ha teljesen ellazulna. Engedje, hogy lecsukódjanak a szemei. Ahogy a szemei lecsukódnak, engedje, hogy mindaz a nyugalom, amit csak elő tud magában idézni, közvetlenül a szemhéja alá húzódjon. A szemhéjai egyre nehezebbek. Felemelem a kezét. Szeretném, ha ellazítaná és ólomsúlyúvá válna. Nagyon nehéz lenne. Teljesen lazuljon el. Aludjon. Aznap éjjel pont ugyanilyen elmeállapotban volt, és megérezte, hogy történik valami.
Az összes UFO közül, amit valaha látott, érez bármit azzal kapcsolatban, hogy ezek az UFO-k honnan is jöhettek? Érzem, hogy valami magához húz. Merre? Nyugatra, a tó felé. Mi? A Michigan tó felé. Phil alátámasztotta, hogy az UFO-k a Michigan tóból jönnek, ám Darrell szeretné azt is megtudni, hogy az idegenek, akiket Phil látott, ugyanazok-e, mint akik behatoltak Patty otthonába is. Patty gyerekei szürke idegeneket láttak. Ahol szürke idegenek vannak, ott általában egy magasabb intelligenciájú idegenfaj az irányító. Ki kell derítenünk, hogy milyen lényt látott Phil. Most azt szeretném, ha megnézné ezeket, és elmondaná, hogy lát-e bármit, ami hasonlít arra, amit látott. Bármit, ami hasonlít rá, de ha nincs, az se baj. Ha bele tudna nézni annak a lénynek a szemébe, hogy néz neki az a szem? Ehhez hasonlít az alakja, de nincs pupillája. Azt hiszem, ez hasonlít rá a legjobban. Ez nagyon olyan, mint azok az imádkozó sáska ízék, amiket láttam. Gonosz volt a feketeség a szemében. Amikor megkérdeztem a hipnózis alatt, hogy érez-e bármi vonzást, és az merről jön, maga azt mondta, hogy... A Michigan tó. Arra gondolunk, hogy talán van ott egy víz alatti bázis, vagy valami. És ha valami ilyesmi van ott, és az UFO-k rendszeresen látogatják azt a helyet, azt gyanítom, hogy ezek a lények vezethetik azokat a csészealjakat. Az idegenek közül, akikkel Darrell eddig találkozott, a sáska az egyik legfélelmetesebb. Phil sáskának azonosította ezt a lényt. A sáskák már korábban is felelősek voltak néhány repülőgép lezuhanásáért. Egy rendkívül intelligens, nagyon manipulatív és veszélyes faj. Steven eddig még csak a kellemes oldalukat ismerte meg az idegeneknek. Azt hiszem, vár még rá néhány meglepetés. Nem akarom, hogy ezek legyenek a Michigan tóban. Ez nagyon aggaszt. Nem tudom, hogy miért. Ezek a lények, nem is tudom, nem akarom azt mondani, hogy megijesztenek, nem akarom ezt mondani, de valamit megbolygatnak bennem. Lélegez. Ez nem olyan lény, mint amilyennel eddig találkoztam. És tudod mit? Szeretném, ha elfordítanád ezt a képet, mert látni sem akarom. Takard el! Nem tudom, mindez honnan jön. Nem tudom. I don't know where it's coming from. Sohajts. Friss levegőre van szükségem. Bárki, aki azt hiszi, hogy az UFO jelenség egy mókás kis valami, az téved. Alapjában véve gonosz dologról van szó. Steve azért borult ki, mert szerinte a földön kívüli lények jók, és azért vannak itt, hogy segítsenek az embereken, és vigyázzanak rájuk. És ez az egész felborította az elképzelését. Az, amit az a darab papír mutatott, valami gonosz, rossz dolog. És ez mélyen megérintette, mert nem illik bele a világnézetébe. Úgyhogy kissé kiakadt, nem hajlandó ezzel szembenézni, ezért inkább elsétált. Ki kellett jönnöm. Nem akartam ott maradni egy perccel sem tovább. Muszáj volt kijönnöm és friss levegőt szívnom. Úgy éreztem, bámul engem. És el akartam menekülni előle. A földön kívüliek összességében az emberiség javát szolgálják. Amit Phil odabent mutatott, az a sáska, valami olyasmi, amit zsigerből elutasítok. Szó szerint rettegek tőle.
A nyomozók átbeszélik a következő lépést. Most, hogy tudjuk, Phil, hol észlelte az idegeneket, nézzük meg ezt. Ezek azok a hajók, amik eltűntek, és senki sem tud róluk. Phil itt észlelte az UFO-kat, közvetlenül az útjukban. Látjátok ezt a háromszöget? Ez a Michigan háromszög. Le kell merülnöm ott. Lemerülsz? Miért ne? De miért? Miért kockáztatsz? Mit gondolsz? Mit találsz? Úgy tűnik, mindenről a területről jönnek. Ha a tóból jönnek, vagy a tó körül vannak, nagyon valószínű, hogy a víz alatt rejtőzködnek. És ha ez igaz, akkor lehet, hogy van ott egy bázis. Másnap reggel a csapat a Pentwater kikötőbe megy, a Michigan tó partjára. Egy helyi búvárcég fogja kivinni Derelt a tó azon részére, ahonnan Phil elmondásai szerint az UFO-k a levegőbe emelkedtek. Húzza be! Jól beöltöztél. Mit gondolsz, mit találsz majd odalent? Szeretnék a tó fenekén egy UFO-t találni. Nagyon aggódom. A tó háborog és nagyon iszapos. Azt sem tudom, milyen messzire tudsz majd ellátni. Vagyis nagyon, de nagyon közel kell menned a dolgokhoz. Derelnek fogalma sincs, mi van a hajó alatt, de 9 méter mélyen valami kezd alakot ölteni. Mivel alig látni valamit, nehéz megmondani, hogy mi lehet ez a szerkezet. De közelebbről megnézve úgy tűnik, ez az egyik eltűnt hajó, nem pedig egy víz alatti UFO bázis. Egy órával később Derel visszatér a hírrel. Forduljon meg! Ez az. Jól van. Tehát mi az ítélet? Láttál valamit odalent? Láttam egy roncsot. Mindenféle eszközök hevernek odalent szerte szét. De UFO-t nem láttam. Pedig azt kerestem. Miután több szemtanútól is bizonyítékokat gyűjtöttek a Michigan tó partján, az UFO nyomozók összefoglalják a tényeket. Van valami megmagyarázhatatlan és furcsa dolog a Michigan tó körül. Sajnos jelenleg még nincs elegendő kézzelfogható bizonyítékunk ahhoz, hogy levonhassunk bármiféle konklúziót. Nekem kellenek a bizonyítékok. Miután beszéltünk Phillel és Pettyvel, tény, hogy furcsa dolgokat láttak, de lehet, hogy van rájuk természetes magyarázat. Mike, akár egy egész várost is el lehet rejteni a víz alatt, úgyhogy van rá esély, hogy az UFO-k a vízből jönnek elő. Azért, hogy azt tegyék, amit tesznek, hogy mondjuk elrabolják az embereket. Nem tudom, mit csinálnak itt, és azt sem tudom, hogy mire készülnek. De azt hiszem, hamarosan kiderül. Ha igaz, hogy az idegenek behatolnak az otthonainkba, mit akarhatnak tőlünk? A következő részből kiderül.